Szatmár Németiben nem a kerítés van kolbászból, hanem a ház, a disznó, sőt még a kerékpár is. Nem csoda, hogy évről évre többen vesznek részt a Kolbász Tirimbába nevű rendezvényen, amelyet egyben a hagyományok napjaként tart számon a Borókagyökér Hagyományőrző Egyesület. Ilyenkor bemutatkoznak a térség néptáncosai, a kézművesek kiállítják portékáikat, de a népi gasztronómia is nagy hangsúlyt kap. Kézművesekért csak is a néptáncosokért nem feltétlenül mindig gyűl ki, főleg egy ilyen tanyai részre a közönség, ezért kitaláltunk egy Kolbász Tirimbába nevű kolbásztöltőversenyt, amiben nem csak kolbásztöltő, hagyományos kolbásztöltő töltés folyik, hanem van egy szerintem csak nálunk bemutatott mesterségem címere, amit kolbászból, ehető alapanyagokból készítenek, és meg lehet nézni, gyönyörű alkotások születnek. Amelyek nem csak szépek, de finomak is. Volt, aki hagyományos családi receptekkel, mások kísérletező különlegességgel rukkoltak elő, mint például az aszalt szilváns vagy mexikói fűszeres kolbász. A 27 csapat közül a zsűrinek az erdélyi és magyarországi fazekas mesterekből álló csapat kolbásza ízlett a legjobban, a sárdogasztók csabai kolbászt készítettek. A receptjében rejlik az a különlegesség, hogy ez ízében, elkészítésében egy olyan tradicionális technikákat, meg trükköket tartalmaz, amitől tartósá és akár egy év múlva is fogyaszthatóvá válik a kolbász. A kolbásztöltő verseny híre eljutott a határokon túlra is. Nagyon örülök annak, hogy nemzetközi részvétel van, többen vannak az anyaországból, vannak a megye határain túlról is csapatok. Itt vannak megkezdve a gyerekvédelmi igazgatóságunk, az állami gondozott gyerekek is töltötték a kolbászt, de különböző tanintézmények, különböző községek csapatai és különböző klubok, bicajosoktól kezdve kismamákon keresztül. Ez egy nagyon jó közösségépítő rendezvény. A szervezők a legkisebbekre is gondoltak, a rendezvény idejére a régi időket idéző népi játszókertet alakítottak ki.